Mínuszok. Országszerte megteltek a hajléktalan szállók. Egy jelentés szerint már több mint 70 ember életet követelt a hideg ezen a télen. Mozgalmas éven van túl Nagykálló. 2020-ban a turizmus fellendítése a legfőbb cél a településen. Tisztújítás, ismét Sesták Oszkár lett a kereszténydemokrata önkormányzati tanácselnöke. Országszerte megteltek a hajléktalan szállók, így a Nyíregyháziban is nagy a kihasználtság. Ettől függetlenül senkit nem küldenek el. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! Többen azonban bizalmatlanok az intézményrendszerrel szemben, és nem kérnek segítséget, mivel ők töltik a legtöbb időt a hidegben, ők vannak a legnagyobb veszélyben is. Ebédidő az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedőjében. A hetek óta tartó hidegebb időben ide is többen térnek be. Hamar el is fogy a napi 130-180 adag meleg étel. Az évek óta az utcán élő úgymond rutinosabb hajléktalanoknak ez a mínusz 3-5 fok még nem nagy hideg. Ilyenkor behúzódnak jellemzően csatornákba, lépcsőházakba, szerszámos bódékba, de a melegedőket, szállókat is többen keresik fel közülük. Nem csoda, hogy Nyíregyházán is teltház van ezekben a létesítményekben. Az éjjeli menedékhelyünk a 100 férőhelyes, az már túl van a befogadás határán, mert ilyen 120 körüli a befogadásnak a létszáma, amit mi, akik igénybe veszik, de nyilván ilyenkor pótágyakkal mindenkit befogadunk, tehát nincs olyan, hogy valaki az utcán maradjon. Ha nagy, előfordult már, hogy más részleget is megnyitottunk arra, hogy akik csak egy-egy éjszakára akarnak jönni, azoknak oda átirányítjuk őket, mert hogy nem maradhat senki az utcán a nagy hidegben, ez magától értetődő. Az érintett szervezetek segítsége ellenére mégis 74 ember életet követelt a hideg idehaza tél elejétől január 5-ig, derül ki a Magyar Szociális Fórum a napokban kiadott jelentéséből. Eszerint a korábbinál többen fagytak meg a szabad ég alatt, de a legtöbben fűtetlen lakásokban hűltek ki végzetesen, illetve kórházba szállításuk közben és beszállításuk után, mert már nem tudtak rajtuk segíteni. Csak becslések vannak Nyíregyháza, mennyien vannak fedél nélkül. Laborci Géza elmondása alapján mintegy 20 olyan ember él a városban, akikben van egy alapvető bizalmatlanság az intézményrendszerrel szemben, ezért nem keresik fel a szállót vagy a melegedőt. Az intézményvezető azonban elmondta, rajtuk hogyan segíthetünk. A legjobb segítség az az, hogyha valaki a szakemberrel együtt próbál segíteni, mert a jó indulatú segítség az nem biztos, hogy mindig célt ér. Tehát mondjuk az utcai kéregetést, én ebben elég egyértelműen azt látom, hogyha valaki az utcán kéreget, az akkor ott, és adok neki, ott tartom az utcán. És akkor azzal az ő helyzet, azzal oda stabilizálom a helyzetét, és nem pedig az ellátórendszerbe jön be, hogy itt szakszerű ellátáson segítsük, és el tudjon induljon fölfelé. Most nyilván mi szívesen fogadunk minden önkéntes segítséget. Szerencsére felajánlókból mindig van, sok önkéntes segít ruha vagy élelmiszer adományokkal. A szeretett szolgálat ellátottjainak száma közben nem változott jelentősen az elmúlt években. Ez a nő már közel 3 éve veszi igénybe a szolgáltatásokat. Napközben bejövünk 8 órakor, onnan ugye feljösszkövünk el az éjszakai szállóra, itt egészen bemoljunk délután 4-ig, ebédet, valamikor leves, valamikor krumplit, rizs, mindent felszolgálnak, az éjszakán új szintén van meleg étkezés, de szoktunk magunknak főzni is. A hajléktalan ellátásban a novembertől március végéig tartó periódus krízis időszaknak számít. Ilyenkor más szervekkel összefogva belső jelzőrendszer alapján működik a riasztás baj esetén. A szeretett szolgálat intézményeiben egyébként közel 100-an dolgoznak és segítenek, azért, hogy a bajba jutottak minél hamarabb visszakerülhessenek normál, megszokott életükbe. Mozgalmas éven van túl Nagykálló, az október 13-ai önkormányzati választáson a város lakossága a változás mellett döntött, így 15 év után Horváth Tibor személyében új polgármester került a település élére. A város vezető elmondta, nagy horderejű beruházásokat kell befejezniük, a jövőt illetően pedig a turizmus fellendítését nevezte meg legfőbb céljául.
A nagykállóiak számára a 2019-es év elsősorban a választás eredményéről marad emlékezetes, hiszen a 2004 óta a város élén álló Juhász Zoltánt a függetlenként induló korábbi alpolgármester Horváth Tibor váltotta. Az új városvezetés komoly feladatokat kapott, két nagyobb projekt kivitelezését kezdhetik meg rövidesen. Egyike ennek egy inkubátorház építése, amelyben négy kis és középvállalkozás kaphat helyet kedvező bérleti díjakkal. Folyamatban van két nagyobb beruházásunk, az inkubátorház építése, illetve itt a zöldváros projekt, annak keretén belül a városi művház helyére tervezett egy rendezvényközpont, illetve két egyéb eleme van, még egy ilyen városi sétány a református templom környékén, illetve a strandon lenne belőle egy felújítás, ugye ezeknek mentek az előkészületei a választásig. Aztán a választáson ugye átalakult a képviselőtestület, illetve maga a polgármester személye is, úgyhogy azóta próbálunk új lendületet venni. Nyilván először felülvizsgáljuk a múltat, fel kell tárnunk a rendszerben rejlő hibákat, és talán ezek alapján majd új alapokra próbáljuk helyezni itt a város működését. Horváth Tibor úgy fogalmazott, a település költségvetése stabil, így annak nincs akadálya, hogy a képviselő testülettel 2020-ban hozzáállásanak a fejlesztésekhez. A polgármester hozzátette, a legfőbb feladat, hogy Nagykálló városiasabb jelleget öltsön, és újra fellendüljön a turizmus, amihez adottak az alapfeltételek. Hál' Istennek a megye első strandja az nálunk van. Nyilván sok energiát, illetve forrást kell ráfordítanunk, hogy méltó legyen a nevéhez, de nagy lehetőség van benne. Emellett vannak múzeumaink, van két olyan természeti látogatóhelyünk, ami különösen nagy érték, ugye az egyik az Inségdomb, a másik a Harangod. A Harangodnak elindult a kotrása, ez nem önkormányzati beruházás, hanem a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság berkein belül bonyolódik le, elindult a meder kotrása. Ez azt fogja eredményezni, hogy lényegesen jobb minőségű, tisztább és ugye mélyebb víz lesz a tóban. Horváth Tibor hozzátette, ennek a munkának az eredménye kép lehetőség nyílhat arra, hogy a harangodi tavat és környékét igazi kiránduló helyé alakítsák. A tervek szerint ezáltal újra jó lehetőség nyíl a családi programok szervezésére, csónakázásra, vízibiciklizésre. Az önkormányzat dolgozik továbbá azon is, hogy ezen a helyszínen szabad strandot alakítson ki, és a kajakkenu sportágat is visszacsábítsa, amely évtizedekkel korábban meghatározó volt a város életében. Ismét Sesznák Oszkár lett a kereszténydemokrata önkormányzati tanács elnöke. A következő időszak feladata, hogy olyan szervezeti kereteket alakítsanak ki, amelyek elősegítik az aktívabb kapcsolattartást a kormányzati szereplőkkel. A régi új elnök a közösségépítés fontosságát is hangsúlyozta szombaton Újfehértón. Zajlik a tisztújítás a KDNP testületeiben, illetve a pártvezetés különböző szintjein is. Szombaton Újfehértón pedig megtörtént az önkormányzati tanács újjáalakulása és a tisztségviselők megválasztása. Ez egy komoly munka és feladat is egyben, közölte Sesták Oszkár, akinek ismét bizalmat szavaztak. Különböző rendezvényeket szervezünk az ország pontjain, olyanokat, amelyek szakmai érigazítást adnak, vitafórumot, gondolatcserét tesznek lehetővé a KDNP és önkormányzati képviselők, polgármesterek számára. Nagyon fontos közösségépítő munkán vagyunk túl az elmúlt években, sokáig nem működött ez a tanács, pár éve kezdtük újra a működését, és ilyen módon megismerték egymást a kollégák, közösséget alkotnak, a jó gyakorlatokat ki tudják egymással cserélni, és hát olyan inspirációkkal, útravalókkal tudjuk ellátni a parlamenti képviselőket, kormányzati szereplőket, amelyek azt gondolom, hogy jó hatással vannak a kormányzati, illetve a parlamenti munkával, hiszen az önkormányzati szint áll legközelebb a választópolgárokhoz, az emberekhez. Talán nem túlzás, hogy azt mondjuk, az önkormányzati világ van legközelebb az emberekhez, és leginkább ismeri a problémáikat, nem csak hallja, hanem meg is hallgatja őket. A KDNP céljai és feladatai között szerepel az is, hogy megszólítsa a fiatal generációt, vagy akár a politikai életbe is bevonják őket. Erre jó példaként szolgál Rácz Zsófia helyettes államtitkár, közölte az elnök.
Ő idén januárban 22 évesen Illés Boglárkát váltotta az Emmi pozícióján. A fiatalok terveit a kormányzati munkába is szeretnék bevonni, ezért is fontos, hogy minél több közösségbe eljussanak. Közösségépítésben jó munkát végeztünk, ebben is persze van további feladatunk, hogy ezt élővé mindennapivá tegyük, de intézményi keretek kialakítását követően én azt gondolom, hogy olyan szervezeti keretek is kialakítani, amely a kormányzati szereplőkkel való aktívabb kapcsolattartást, akár rendszeres kapcsolattartást is lehetővé tesz számunkra. Egy nagyon izgalmas és mozgalmas kampányéveken vagyunk túl. A következő évek a kormányzati apró munkáról kellene, hogy szóljanak. A tervek finom hangolásáról, csiszolásáról, ebben látok a további években fejlesztési lehetőséget és fejlődési lehetőséget a KDNP önkormányzati tanácsa számára. A kereszténydemokrata önkormányzati tanács összehangolja és segíti a párt programjának megvalósítását az ország önkormányzataiban, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ahol kifejezetten aktívak a KDNP politikusai. Újabb 5 tétellel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, jelentette be Baracsi Endre a bizottság elnöke. A listára az épített környezet kategóriában 2 nyírbátori templom, kulturális örökség kategóriában pedig a Szatmár-Csekei fejfás református temető, Margúcsi József helytörténeti kutató és Barát Sándor Kristóf fafaragó munkássága került fel. December 18-án ülésezett legutóbb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság, amely egyben a bizottság alakuló ülése is volt, hiszen a tagok korábbi mandátumai az előző hónap elején jártak le. Baracsi Endre elnök hétfő délelőtt arról számolt be a bizottság 2 fővel bővült, a nyíregyházi törvényszék elnöke Nyakó Zsuzsanna és Kis Kálmán egyetemi professzor is a megyei értékek felkutatásán dolgozik a jövőben. Ezen az összejövetelen 5 új javaslatot is elfogadtak, így a megyei értéktár immár 217 tételből áll. 2 templom, mind a 2 nyírbátorhoz kötődik, és mind a 2 azt hiszem, hogy az épített örökség mellett a kulturális örökség részében is elvitathatatlan, hogy miért szerepel a megyei értéktárban ez a minorita templom, illetve a református templom, és bekerült a kulturális örökség kategóriában dr. Margócsi Józsefnek a helytörténeti munkássága, emellett a Szatmár-Csekei temető, illetve nem utolsó sorban Barát Sándor Kristóf népiparművész fafaragónak a munkássága is. Margócsi József munkásságának értéktárba vételére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár tett javaslatot, ahol nyugdíjas éveiben egészen 2013-as haláláig aktívan tevékenykedett helytörténeti kutatóként. A korábban egyetemi tanárként dolgozó Margócsi számtalan emlékiratnak járt utána, amelyek alapján irodalmi stílusban írt a megyei és nyíregyháza történelméről. Elsősorban ő irodalomtörténész volt, irodalmár volt, de a helytörténetit is a szívén viselte. Halála után hagyatékát az örökösök több közgyűjtemény között megosztották. A levéltár, a Jussa András Múzeum, illetve a megyei könyvtárban találhatók a Margócsi hagyaték darabjai, továbbá a Kossuth gimnáziumban is. Ezeket 2019-ben egy közös leltárat, adatbázist készítettünk róla, ami elérhető az interneten, illetve néhány darabja ennek a gyűjteményben be is lett digitalizálva és online elérhető. Az értéktárbizottság jelenleg azon dolgozik, hogy összesítse az eddig bejegyzett 217 értéket. A tervek szerint hamarosan egy átfogó könyv jelenik meg a megye sajátságos környezeti és kulturális örökségeiről, tette hozzá Baracsi Endre. Idegenben nyert rangadót a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, az NB1B piros csoportjában listavezető Kék Cápák a mérkőzés előtt második helyen álló Veszprém otthonában győztek 79-68-ra. A Nyíregyháza vasárnap a budapesti honvédot fogadja. A 16. forduló rangadóján a vendégek kezdtek jobban, az első negyedet 27-18-ra nyerték a Cápák. A második 10 percben zárkózni kezdett a házigazda, sőt a negyed végén a vezetést is átvette a Veszprém, a nagy szünetre 41-39-es állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kezdtek ellépni a hazaiak, a harmadik negyed derekára 10 pont fölé kúszott a különbség, de a Nyíregyháza nem adta fel, és a játékrész végén már csak 1 pont volt a Cápák hátránya.
A negyedik negyedben egy darabig fejfej mellett haladtak a csapatok, a hajrá viszont a vendégeknek sikerült jobban, így végül 11 pontos győzelmet aratott a listavezető. Végre sikerült egy olyan találkozót nyernünk, ami talán az alapszakasz végkimenetét is meghatározhatja, de természetesen nem dőlt még el semmi, hiszen nagyon sok van hátra, és sok minden történhet ebben az időszakban, de nagyon jó egy ilyen mérkőzést megnyerni. Természetesen ugyanúgy készültünk fel erre a találkozóra is, mint a többi találkozóra. Úgy gondoltuk, hogy semmi különlegeset nem kell nyújtani, csak küzdeni kell, de nagyon. Ezt szerencsére a fiúk megcsinálták, és elbírtak mindenféle terhet, azt is, hogy a Veszprém átvette a vezetést, és egészen meghatározó, vagy egészen nagy különbséget tudtak kiharcolni, de a második fél időben ebből is vissza tudtunk jönni, egy 11-13 pontos veszprémi előny volt ez, onnan is vissza tudtunk kapaszkodni, és a végén azt hiszem, hogy már izgalmak nélkül lejátszva az utolsó két percet tudtunk győzni. A szakmai igazgató szerint nem csak játékban, hanem mentálisan is felülmúlták a pályán a veszprémieket. Mi kezdtük jobban a találkozót, a Veszprém egy védekezést tudott váltani, és nagyon keményé, agresszívá vált a játékuk, ami ellen nehezen találtuk meg a ritmus, de azon túl, hogy úgy gondolom, hogy az első szakasz uralása után ezt az agresszív ritmust is föl tudtuk venni, azon túl úgy gondolom, hogy mentálisan is erősebbek voltunk. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Baja 82-73, MAFC MEAFS Miskolc 104-75, Nagykőrös TF Budapest 64-66, Budapesti Honvéd Salgó Tarján 86-93, Budafok PVSK 98-84 és BKG Préma SE MTK Elit Basket 99-66. A tabella élén a Nyíregyháza áll 13 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 12-4-es mutatóval rendelkező MAFCot. A két cápák vasárnap a Budapesti Honvédot fogadják. A Hétkeresztúti Presszó nyerte a 24 órás újfehértói foci tornát a hétvégén. A településen első alkalommal szerveztek egésznapos rendezvényt, amelyen egy vándorserleget is felajánlottak, bízva a sportesemény folytatásában. A győztes csapat végül 12 meccsen 46 gólt rúgott és csak 2-t kapott. Péntek délután kezdődött az első mérkőzés itt az újfehértói szabadidőközpontban, és egészen szombat délutánig rúgták a bőrt a focitorna résztvevői. A 24 órás ébrenlétet a 15 éves gyerekek ugyanúgy bírták, mint a felnőttek, és a pályán is helytáltak, mesélte Dankó Zsolt szervező, aki egy korábbi élménye alapján hívta életre az egésznapos focitornát. Én annak idején mondhatni még félig gyerek fejjel, ezelőtt 22 éve voltam egy ilyen tornán, gondoltam, akkor próbáljunk meg egy ilyet, ami nem pénzdíjas, legyen tömegsport jellege. Aztán ezt felvetettem dr. Hosszú József polgármester úrnak, ő azonnal partner volt benne, illetve Kranyik Istvánnak, ennek az intézménynek a vezetőjének, neki is nagyon tetszett az ötlet, és akkor hárman belefogtunk a szervezésbe. Én utánpótlás csapatoknak vagyok az edzője, aztán nem csak újfehértőjök, más csapatokkal is van kapcsolat, aztán így sikerült is összeszedni viszonylag gyorsan 12 csapatot. Évente egyszer 16 csapatos foci tornára várják az együtteseket Újfehértón, de idén technikai okok miatt nem sikerült megszervezni. A fiatalok szabadidős tevékenységeit a település vezetése is támogatja. Egy hét alatt 12 csapat jelentkezett arra, hogy 24 órán keresztül rúgják a bőrt a sportcsarnokból, ami nagy öröm számomra. Ez is mutatja azt, hogy Újfehértón a fiatalokat meg tudjuk és meg is kell szólítanunk, hiszen a futball egy olyan dolog, ami Magyarország, ugye mindenki ért hozzá, mindenki küzdi, és ez a rendezvény is mutatja azt, hogy nagyon sokan szeretnek a Újfehértón és a környéken focizni, és akár 24 órán keresztül is vállalják ezt. A szombati döntőben a Hétkeresztúti Presztó 2-0-ra nyert a debreceni ellenfelével szemben. A győztes csapat 12 meccsen 46 gólt rúgott és csak 2-t kapott. A tervek szerint minden évben lesz folytatása a foci tornának. Ennek érdekében egy vándorserleget is útjára indítottak szombaton Újfehértón. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Országszerte megteltek a hajléktalan szállók, így a Nyíregyháziban is nagy a kihasználtság, ettől függetlenül senkit nem küldenek el. Többen azonban bizalmatlanok az intézményrendszerrel szemben is, nem kérnek segítséget. Mivel ők töltik a legtöbb időt a hidegben, ők vannak a legnagyobb veszélyben is. A Magyar Szociális Fórum jelentése szerint ezen a télen már több mint 70-en hűltek ki végzetesen.
Októbertől új polgármestere van Nagykállónak, aki a turizmus fellendítését nevezte meg legfőbb céljául 2020-ban. Az új város vezetése mellett több komoly feladatot is kapott, két nagyobb projekt kivitelezését kezdhetik meg rövidesen, melyek egyike egy inkubátorház építése, amelyben négy kis és középvállalkozás kaphat helyet kedvező bérleti díjakkal. Megtörtént a KDNP önkormányzati tanácsának újjá alakulása és a tisztségviselők megválasztása szombaton Újfehértón. A résztvevők ismét Sesták Oszkárnak szavaztak bizalmat, így a régi új elnök vezeti majd a tanácsot. A következő időszak feladata, hogy olyan szervezeti kereteket alakítsanak ki, amelyek elősegítik az aktívabb kapcsolattartást a kormányzati szereplőkkel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 13-án, hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hétfőn este nagy rész borult lesz az ég, sokfelé számítani kell ködre, húszálingúzás, ónos szitálás helyenként előfordulhat. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 fok körül alakul. Keddestig túlnyomóan borult, párás időre lehet számítani, helyenként ködfoltokkal, húszálingúzás, ónos szitálás is előfordulhat. A déli majd a délkeletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 fok körül alakul. A következő napokban lényegesen nem változik a hőmérséklet, elszórtan számítani lehet szitálásra, ónos szitálásra, húszálingózásra. A hétvégén szorványosan havas eső, havazás, hózápor is kialakulhat.